Kassák Lajos első lapja tett 1915. november 1-én indult. Ez volt az első magyar nyelvű avantgárd folyóirat, és egyben radikálisan háborúellenes orgánum. A tett címválasztása egyszerre utalt a művészi alkotófolyamat teremtő jellegére, művészet és a gyakorlati élet vágyott egységére, fúziójára, valamint a munkatársak háborúellenességére is. Hiszen a tett címválasztása a kortársak számára valószínűleg evidens anarchista konnotációi mellett a háborús retorika ellensúlyozására is szolgált. Miért? A háborús küzdelmet előtérbe helyező háborús retorika jelentésének, eredeti jelentésének a kifordítását szolgálta. A tett a mindent eluraló háborús légkörben szinte egyedüliként tüntetett a nemzetközi modernizmusok iránti nyitottságával. Ebben inspirációra lelt a Die Aktion című német nyelvi folyóiratban is, amely hasonlóképpen a nemzetközi modernizmusoknak adott helyet. A tett a párizsi posztszimbolisták mellett publikálta a magyar folyóiratokban addig még soha nem publikált Apolliner egy versét, valamint a futurista Marinetti egyik hangversét is, amely az 1912-es olasz-török háborúról szóló hangvers tulajdonképpen. Szitja Emil, aki nagyon fontos szerepet töltött be Kassák irodalmi és művészeti eszmélésében, vele az 1909-es párizsi útján találkozott. Szitja vezette be a művészetek világába Kassákot, neki köszönhetően ismerte meg a párizsi kubistákat, vagy például Vámos Russzót Párizsban. Szitja Emil egy nemzetközi többnyelvű avantgárd folyóiratot szerkesztett, a Der Mistralt, amelyben Kassák egyik versét is publikálta korábban, még 1915 elején. Szitja Emil nem publikálta tettbe, de annak első számát többek között ő is finanszírozta. Az első számot a munkatársak közösen állták. Egy éves működése alatt a hatóságok egy ízben korlátozták a terjesztését, végül 1916 őszén végérvényesen betiltották. A betiltás oka a 16. úgynevezett internacionális szám volt, amelyben Kassák közzétette semleges és ellenséges országok művészeinek az alkotásait. Kiemelek két alkotást ezek közül, két alkotásnak a reprodukcióját, az egyik egy néger maszk, ugye egy afrikai maszk, a másik pedig Iván Mestrovics délszláv művésznek a Dombor műve, szerb Pieta címmel, amely tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchia ellenségének, a mártírumának állít emléket. Természetesen Kassák ezzel, ahogy bátorhangú beköszöntőjével, amelyet ehhez az internacionális számhoz írt, amely egyszerre volt háborúellenes és egy forradalompárti beköszöntő, tulajdonképpen ugye a hatóságok figyelmét magára vonta, és hát ez vezetett a lap betiltásához. Kassák kis idő múlva elindította újabb lapját, Ma címmel, 1916 novemberében, amelyben egy másfajta lapszerkesztői stratégiát valósított meg.